Jó napot és főleg sok szerencsét kívánunk, kedves nézőink! Ez az élő hatos lottó sorslás itt az RTL Klub képernyőjén. A 32. hét nyerőszámait húzzuk a következő percekben. 2 hónap. Ennyi ideje halmozódik a hatos lottó főnyeremény, úgyhogy nagyon itt az ideje, hogy valaki gazdagodjon 677 millió forinttal. Sok sikert hozzá! Ma is velünk a Sorslási Bizottság, hogy felügyeljék a szabályszerűséget. Aleš Gyula az elnök. Jó napot kívánok! És dr. Mikó Ádám a közjegyző. Jó napot kívánok! Egyetlen is 6 számhúzó van itt a stúdióban, egy hölgy és 5 úriember érkezett hozzánk. Nem sokára kihúznak egy nyerőszámot, azt megszorozzuk 6000-rel, és ezzel az összeggel távoznak a stúdióból a 30000 forintos alapnyereménnyel együtt. Zsófi lesz a segítségemre a mai húzáson, és akkor kezdjünk. Első számhúzónk Kékest polgármestere, Varga Tamás. Kékest Pécsről 20-25 kilométerre található, imád kerékpározni, szerencsejátékozni, és a barátaival közös ez a lottószervény, ami nála van, de ez a nyeremény csak az övé lesz, úgyhogy maga mázlista. És az első szám a 11-es, ennek ki tudom számolni a 6000-szeresét, 66000 forint, köszönjük szépen. Második húzónkat várom, ő Dobos Ferenc Pusztazámorból. Rengeteg információt mondott nekem, az 5-ös lotton volt egy 4-es, nyugodtan húzon egyet, 40 évvel ezelőtt. Abból vette meg az első kocsiját, legalábbis egy nagy részét ebből fizette, 7000 forintot nyert akkor. Nagy kutya őrült, imádja a kutyákat, és szerintem számot húzni szeretné, nézze csak. 32-es. Megérte? Nagyon. 192000 forint, köszönöm, hogy itt volt velünk. Harmadik húzónk a fővárosban él, Morvai Jánosnak hívják. A legfontosabbal kezdem, János. Ha 30 fölött húz, akkor bizony az unoka kap egy MP3 lejátszót. Kedves unoka, mindent elkövetek, hogyha kisebbet húz, akkor is megkapt. Megkapja azért? Megkapja. 24-es a harmadik, szerintem belefér az MP3 lejátszó, 144000 forintot köszönöm. Nyert. Köszönjük szépen! Balatonalmádiból utazott hozzánk a negyedik szám húzója, Szabó Jenő. Jövőre lesz az aranylakodalom, ehhez sok sikert, jó egészséget kívánok. 2 lánya és 5 unokája van, és a lányunokák esküvőjére is fog majd ebből a pénzből juttatni. Nézzük, mi lett a negyedik nyerőszámunk. Egy magas szám jut az esküvőre, 37-es. Gratulálok, magas számok ezek, 222000 forintot nyert. Balatonfüreden él az 5. szám húzója, Szekeres Ákos. Mi másra költhetne egy balatoni lakos nyáron, mint egy balatoni nyaralásra? Ez lesz majd a nyereményből. Fél évvel ezelőtt itt járt nálunk, akkor a 23-as húzta, és nézzük, hogy mi lett az. 11-es is van, meg hát az 1-es is. Ez ilyen játék, 6000 forint. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, akkor a 677 milliós főnyereményhez kell még a 6. nyerőszám, melyet Marton Lajosné húz Ajkáról. Kedves Ági, ma 2 hónappal ezelőtt itt volt, akkor a 36-ost húzta. Azt mondta, hogy könnyen jött, könnyen ment, de azért pár kellemes nyári ruhát is vett magának. És régebben egy autónyereménye is volt már. Nézzük csak, hogy hát kérem, 1-es után van egy 44-esünk is. Na mit szól hozzá, 264000 forintot nyert. Kedves nézőink, már is megvannak a 32. hét 6-os lottó nyerőszámai. Nézzük emelkedő számsorrendben. 1-es, 11-es, 24-es, 32-es, 37-es és a 44-es. Kedves nézőink, pályázzanak hozzánk szorgosan, megéri, több 100000 forintot lehet nyerni. Ehhez egy minimum 1350 forintért megvett 6-os lottó szelvényre van szükségük, és arra, hogy a vásárlás hetében ne felejtsenek el pályázni hozzánk. 06444414 a telefonszámunk és www.szerencsejáték.hu a jól ismert honlapunk címe. A tegnap kisorsolt Joker számot is mutatjuk önöknek természetesen, ahogy szoktuk, 197537. Nem volt teli találat a Jokeren, úgyhogy jövő héten ott 40 milliót nyerhetnek. Kedves nézőink, a Szerencsejáték ZRT fel szeretné hívni a figyelmüket arra, hogy tegnap éjjel óta hálózati karbantartást végeznek. Ezért ma, legkésőbb, holnap hajnali 5 óráig nem lottózhatnak semmilyen módon, sőt a pályázási rendszer is szünetel. Viszont holnap hajnali 5 órától minden a megszokott kerékvágásban halad majd tovább. És akkor nézzük, hogy nyerte valaki 677 milliót itt a 6-os lotton. Jön a nyertes kereső. Az 54 darab 5-ös darabja 303.000 és 140 forintot fizet, és lett-e teli találatosunk? Sajnos nem. Kedves nézők, halmozódik a főnyeremény, jövő héten már, kimondani is szép, 750 millió forint lesz a tét. Várjuk önöket, akkor is figyelmüket köszönjük, további szép napot, viszontlátásra!